A Pécsi Bölcsészkarra jártam, ahol a mesterképzés alatt a helyi egyetemi újságnál kezdtem cikkeket írni először, ahol nagyszerű műhelymunka volt, és a szakma alapjait meg tudtam tanulni. Majd ezt követően a Baranya megyei napilapnál voltam gyakornok. Amikor a naplóhoz kerültem, akkor csupa-csupa tapasztalt rutinos kollégával, újságíróval, szerkesztővel dolgozhattam együtt, akiktől nagyon sokat tanultam. Szerintem az újságírói szakma egyik szépsége és nehézsége is az, hogy nagyon sok témában, területen kell helytállni, úgyhogy én ezt tartom a legfontosabbnak. Nagyon sok változatos témában kell valamennyire otthonosan mozogni. Én főleg a önkormányzati tudósításokat írok, de írok kulturális anyagokat is, kiállításmegnyitókról tudósítok. Mindenkinek vannak kedvenc témái, másrészt pedig vannak olyan események vagy rendezvények, amik aztán hosszú ideig elkísérik az embert. Nekem az egyik ilyen volt, amikor a Veszprém elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa pályázatot, én arról tudósíthattam Budapesten, ez nagy élményt jelentett. Nagyon szívesen dolgozom kulturális anyagokon, és a bíróságon is rendszeresen tudósítok bírósági tárgyalásokról. Nekem volt egy erős közéleti érdeklődésem, ami aztán idővel átfordult azzal, hogy ne csak hírfogyasztó legyek, hanem újságíró. Szerintem a pontosság, precizitás biztos, hogy alapértékei az újságírásnak. Mindig nagy öröm, ha régi ismerős vagy akár korábbi pedagógusoktól jön visszajelzés. Szerencsére volt ilyen részem a közelmúltban is. Ez megerősít abban, hogy a helyemen vagyok, és talán tűrhetően csinálom, amit csinálok.